jönnek, kezdik meg orvulás léte. A beérkező jelzést követően a tűzoltók értek elsőként a baleset helyszínére az M8-as autópályán. Őket a mentők követték, elsőként a sérülteket helyezték biztonságba a kiérkező szervek. Az elképzelt szituáció szerint szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt egy teherautó az M8-as autópályán. A jármű üzemanyag tartálya felhasadt, a benne lévő gázolaj pedig a burkolatra folyt. A baleset következtében egy kis busz a teherautóba rohant, mögöttük pedig két személygépkocsi is karambolozott. Az egyik autó vezetője és utasa is a roncsok közé szorult, őket feszítővágóval szabadították ki. Elég ijesztő volt, amikor igazából nem láttam semmit, csak a szalat, ami vágják szét körülöttem, és hullik az üvegszilánk, de amikor már kiszedtek, akkor megnyugodtam, hogy most már semmi nem fog történni. Egy másik hibrid üzemű jármű a szalagkorlátot átszakítva a rézsűn állt meg, és kigyulladt. A tűz pedig átterjedt az akkumulátorparkra is. Ennek oltásához egy speciális, kifejezetten elektromos autók oltásakor használatos eszközt, egy úgynevezett e-oltóláncsát használtak a tűzoltók. Kettős céllal szervezték meg a gyakorlatot szerda délelőtt. Egyrészt, hogy a katasztrófa védelem és a mentésben résztvevő szervek jól tudjanak együttműködni a baleseteknél, és hatékonyan tudják éles helyzetekben elvégezni feladataikat. Másrészt pedig a lakosság figyelmét szerették volna felhívni a gyakorlattal a biztonságos közlekedés fontosságára. Szükséges a lakosságnak is a közreműködése annak érdekében, hogy lehetőleg elkerüljük ezeket a baleseteket, vagy csökkentsük ezeknek a baleseteknek a számát, hiszen nem csak anyagi kár keletkezik ezeknek az eseményeknek a során, hanem személyi sérülés és ne adj Isten halál is. A gyakorlat kapcsán a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet igazgatója azt is elmondta, mi a teendő, ha valaki a szerdai balesethez hasonló szerencsétlenséget észlel. Mint Jászkuti Ákos mondja, a legfontosabb, ha ilyenkor mindenki próbál higgadt maradni, és tárcsázza a 112-t. Szerencsére erre mind a 112-es segélyhívó, mind a mentőszolgálat, mind a katasztrófavédelem munkatársai fel vannak készülve, hogy irányított kérdésekkel segítsék a minél korrektebb információnyerést. Ilyenkor az a fontos, hogy a kérdésekre adekvát válaszokat próbáljunk megadni, pontos lokációt próbáljuk meg meghatározni, hogy az autópályának nagyjából melyik szakaszáról beszélünk, esetleg ha látunk kilométerszelvényt, akkor az nagyon sokat segíthet. Hány jármű ütközött nagyjából, hány sérült lehet a helyszínen, látunk-e bármilyen veszélyforrás, tűzveszélyt, robbanásveszélyt, ami a mentést befolyásolhatja, és a segélyhívónak a hívásával automatikusan a társszervek is értesítésre kerülnek. A tavaly évben összesen 3500 hasonló balesethez kellett vonuljanak a tűzoltók és a mentők az ország közútjain. 2880 közúti balesetnél kellett műszaki mentési feladatokat végezzenek, 901 esetben pedig közlekedési járművek oltásánál kellett beavatkozzanak a tűzoltók. Tavaly az utakon több mint 2000 sérültnek kellett segítséget nyújtani, 80 ember életét pedig már nem tudták megmenteni a balesetet követően.